Debrecen városát a hosszú piros lámpák városának nevezik, és épp ezért egy nagyon fontos célom, hogy a közösségi közlekedést elősegítsem. Hosszú idő óta a városban szociális problémaként tekintenek erre az ügyre, de én úgy vélem, hogy az a város, ahol 50 ezer fővel megkívánják emelni a lélekszámot, ott bizony meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy a. Közösségi közlekedés előnyére szervezzük az utasok, az emberek mozgását.